A pótfelvételi eljárás keretében múlt hét csütörtök óta van lehetőség beadni a jelentkezéseket felsőoktatási intézményekbe. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy vasárnap éjfélig csak azok jelentkezhetnek, akik az általános felvételi eljárás során egyetlen általuk választott képzésbe sem kerültek be, vagy a téli időszakban sehol nem próbálkoztak felvételivel. Változás a korábbiakhoz képest, hogy egyes képzési területeken belül több államilag finanszírozott szak indítására volt lehetőség, ezzel a Nyíregyházi Egyetem is élt az idei nyáron. Eltér a pótfelvételi eljárás az általános felvételi eljárástól, nevezetesen abból, hogy itt ezzel egyidejűleg kell egy hitelesítést is elvégezni, és feltölteni, csatolni valamennyi dokumentumot. Tehát hiánypótlásra nincsen lehetőség. Nagyon oda kell figyelni, augusztus 9-e, vasárnap, éjféli. A Nyíregyházi Egyetemen újdonság, hogy nálunk most az agrár, a gazdaságtudományok, az informatika, a műszaki, a pedagógus képzés, valamint a társadalomtudományi képzési területen, alapképzési szakjainkon állami ösztöndíjas szakok is választhatók. Nagyon fontos, korábbi évek gyakorlatától eltérően, tehát állami ösztöndíjas szakokat is kínálunk valamennyi érdeklődő számára. A Nyíregyházi Egyetem továbbá egy új szakot, a mentálhigiéné és közösség és kapcsolatépítő mesterképzést is meghirdette a kínálatban, ez szintén állami ösztöndíjas formában indul majd az új tanévben. Az intézmény a napokban közleményt adott ki a soron következő szemeszter kezdetének részleteiről is, melyből kiderült, a hallgatóknak tantermi oktatással kell számolniuk szeptember közepétől. A mostani álláspont szerint a vezetés döntött arról, hogy normális, tehát a nem digitális oktatás formájában, tehát normális tanrend szerint tervezzük megkezdeni az oktatást szeptemberben. Szeptember 5-ére tervezzük a tanévnyitó ünnepségünket, és azt követően beindul a fél év. Úgy tervezzük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a korábbi években, beindul a regisztrációs héttel, meg lesz a tanévnyitó, elindul a normális tanmenet, megtartjuk az első éveseknek a felvételi tájékoztatót, de úgy, hogy arra nagyon figyelünk, hogy azokat a szabályokat, amik javasoltak betartásra, a másfél méteres távolságot mondjuk egy teremben, ahol az oktatást tartjuk, fertőtlenítő folyadékoknak az elhelyezését a megfelelő szinteken, helyiségekben azt biztosítani fogjuk. Tehát így várjuk a hallgatóinkat, és természetesen mi javasoljuk a maszk viselését is. Az aktuális járványügyi helyzettől függően a tanév indításával kapcsolatos tervek, időpontok változhatnak, tette hozzá Halkóné Rudolf Éva. A már felvételt nyert hallgatók számára szervezett augusztusi gólyatáborról a Hallgatói Önkormányzati Testület, illetve az intézmény tájékoztató levelet küld a napokban. Egyúttal informálja az új hallgatókat a beiratkozás és a tantárgyfelvétel pontos rendjéről is.